ez ugyanaz, mint ez. Miért olvasható mégis könnyebben az első példa? Az előjegyzések miatt. A Liszt Ferenc Múzeum mai videójában ezekről lesz szó. Előjegyzésnek azt nevezzük, amikor egy darab hangnemét meghatározó módosítójeleket, kereszteket és béket nem egyesével írjuk ki a hangok elé, hanem a kulcs és a metrum között tüntetjük fel a kotta sorok elején. Ahhoz, hogy a nyugati zenében használt hangnemekhez tartozó előjegyzéseket a ma is megszokott módon használjuk, elég hosszú út vezetett. Legkorábban a 11.-12. századi kottákban találunk előjegyzést. A sorok elején kizárólag az 1 jelölték a H és B megkülönböztetésére. Ez a 13.-14. századra is igaz. Gyakoribbá vált ekkora részleges előjegyzés a tónusokban való gondolkodásból fakadóan. Más van az alsó szólamban, mint felül. Módszeresebben azonban a 15. századtól kezdték használni, de ekkor is az adott tónusban a szólamok viszonyának kifejezésére, és kizárólag a H, majd idővel az E hangra vonatkozó B előjegyzést. Később a tónusokkal szemben a hangnemekben való gondolkodás vált gyakorlattá. Így a módosítójelek és az előjegyzések egyre nagyobb szerepet kaptak a kottaírásban. A ma is megszokott metódus csak a 18. századra alakult ki az íráskép leegyszerűsítésére. Ekkor váltak már a mára már megszokott szabályok is, például, hogy az előjegyzés a kulcs előtt és az ütemmutató között áll, a keresztek és bék sorrendje, vagy hogy az egész hangtartományra érvényesek a módosító jelekkel szemben. A századforduló 20. század új zenei irányzatai közül van, amelyik elhagyta a kialakult előjegyzés írási hagyományokat. A kromatikus, illetve a hagyományos hangnami gondolkodásból kilépő művek esetében sokszor láthatunk egyesével a hangok elé kiírt módosító jeleket előjegyzések helyett. Összefoglalva, az előjegyzések a hangnemet meghatározó módosítójelek rendszerezett jelölése a sorok elején. Először a 11.-12. XI században használták, de csak az 1B előjegyzést, a 15. századig a tónusokban való hangnemi gondolkodás miatt gyakran előfordult, hogy az egybét nem minden szólamban tüntették fel. A 18. századra alakult ki az előjegyzésírás mai gyakorlata és szabályai. A századfordulón, 20. században kialakuló új zeneirányzatok közül számos állhagyta az előjegyzések írásának kialakult hagyományát.